magyar népmese a három együgyű leány. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, még az óperenciás tengeren is túl, volt egyszer egy jó módú, nagy gazda özvegyasszony, s annak volt három erősen szép lánya. Olyan szépek voltak, tudjátok-e, hogy a napra lehetett volna nézni, de reáljuk nem. Csak az volt a baj, hogy mindegyiknek volt egy kicsi hibája. Az egyik egy kicsit pössze volt, azt régebben úgy mondták, hogy csepünyelvű. A másik egy kicsit rövidlátó volt, annak régebben úgy mondták, hogy tyúkszemű. A harmadik pedig örökké kacagott, ha kellett, ha nem, csak hihihi, -hi -hi, ha ha, -ha örökké kacagott. Búsult is eleget az anyjuk kihez tudja férjhez adni őket, mert a faluban már mindenki ismerte őket. Egy legény se került, aki feleségül kérte volna őket. De halljátok-e, hogy, hogy nem? Egyszer a bíróhoz jött egy kanászlegény, és az még nem tudta, hogy ezek a leányok milyenek. Reggelente hajtotta ki a disznókat. Egyszer az asszony kiállott a kapuba, s megszólította. hallod -e, édes édesfiam, el kéne gyere te guzsajasba, mert van nekem három szép lányom, s amelyik megtetszik, azt feleségül vehetnéd. Nem kellene őrizned akkor a disznókat, te lennél a gazda, reádiratnék én mindenfélét. Tetszett a legénynek ez a beszéd, megígérte, hogy következő szombaton este elmegy guzsajasba. Várták a leányok a legényt, de az asszony még jobban töltött káposztát főzött, süteményt sütött, bort, pálinkát hozatott, és a leányait nagyon felöltöztette. Te vesző rokolyába, szoknyába, ingbe, lájbiba, és bevitt egy hosszú bügfapadot arra sorba ráültette őket, és beszélgettek. De csak az asszony beszélgetett, a leányok meg sem szólálni. szólalni előbb, majd elfelejtettem mondani, letett a gazdasszony az ajtó sarkához egy tűt, és azt mondta a rövidlátónak, nézd csak ide, édes leánykám, ide leteszek egy tűt, s ide jön a legény, akkor te menj oda, s vedd fel. Mondd azt, hogy nézze csak anyóka, milyen sötét van, lámpás világ, azt mondják, hogy én tyúkszemű vagyok, és mégis megtaláltam a tűt. Úgy is történt, ahogy megbeszélték. Az asszony letette a tűt, a lányok ültek, s ő beszélgetett a legényem. Eszébe jutott a lánynak, hogy neki a tűt fel kell vennie. Felugrott a padról, oda megy az ajtósarkás, és azt mondja, Nézze csak anyóka itt az ajtó sarkánál találtam egy tűt. Jól van, édes leánykám, bólintott az asszony. Látod, azt mondják, hogy tyúkszemű vagy, vidd a helyére. De mikor megfordult a lány, meglátta, hogy a vetett tágyon kucorog valami. Nem vette észre, mikor a legény a kucsmáját oda tette. Azt hitte, hogy a macska kucorodott fel. Odaugrott, hirtelen leütötte. Kátsz lett a szégyentelen. Erre, amelyik lány oda erre, amelyik lány örökké kacagott, az úgy elkezdett kacagni, hogy az se tudta, hová legyen, csak kacagott, s kacagott. No, erre megszólalt a harmadik lány, amelyik csepi volt. Láttátok-e? Én egy tót, te tótam, most én megyek férjhez. Csak most tudta meg a legény, hogy ő hová került, milyen lányokhoz. Megszégyelte magát, s úgy kiugrott az ajtón, hogy többet vissza se nézett, mint a puskából lőtték volna ki. Aztán, hogy a szegény asszony, hogy adta férjhez a lányait, azt én nem tudom. Itt a vége, fuss el véle.